Hajime Tabata bejelentette, hogy idén már biztosan megjelenik a milliók által várt Final Fantasy 15. Tabata 2012. decemberében lett a játék vezető rendezője, azóta 2-300 ember dolgozik a programon, amely a direktor szerint a legérzelmesebb darabja lesz a sorozatnak. A Square Enix továbbá hírül adta, hogy a Final Fantasy 9 hamarosan megjelenik PC-re és a mobileszközökre is valamikor az idei évben. Az Oculus bejelentette, hogy a Rift VR headsethez szánt kontroller a Touch némi késéssel érkezik. A cég szakemberei elmondták, hogy több idő kell a tökéletesítéshez, így a különleges irányító majd csak valamikor 2016 második felében jelenik meg. Megtudtuk továbbá, hogy az Oculus Rift mellé ajándékjáték is jár majd, mégpedig a Playful új platformere a Lucky's Tale. Szörnyű veszteség érte a filmvilágot, hiszen életének 86. évében álmában elhunyt a kiváló operatőr Zsigmond Vilmos. Koltai Lajos szerint Zsigmond valódi filmíró művész volt, azon kevesek egyike, aki műfajtól és történettől függetlenül képes volt pusztán képekkel, egyedi beállításokkal mesélni a filmvásznon. Élete során számos elismerésben részesült, többek között az 1977-ben Steven Spielberggel forgatott harmadik típusú találkozásokért megkapta a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat. Nyugodjék békén! Ne feledjétek, hogy oldalunkon már olvasható a Best of 2015 összeállításunk és az Aljas 8-as kritikánk, továbbá páros belépőt is nyerhettek a Megjött apuci premier előtti vetítésére. Ez volt a január 4-i Daily Fix, én Szilvi voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!